Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a Szegedről-Budapestre tartó vonat 8 óráig késik, mert az utasok lassan tolják. Megértésüket köszönjük, a jegyeket nem váltjuk vissza. Történt egy szép hétfői napon, hogy kinéztem az ablakon és azt láttam, hogy szakad az eső. Szokás mondani, hogy a mávnak 5 fő ellensége van. Az első négy a négy évszak. Meleg van olvadnak a sínek. Változékony idő, hol esik, hol fúj, hol havazik, hol hétágra süt a nap. Ennél rosszabb kombó nem létezik. Hó, fagy. Kell még többet mondanom. Kb. ugyanaz, mint az ősz csak pepitában. Tehát mi is az igazán jó idő a mávnak, hogy minden gördülékeny menjen és ne a vonatok. Fogalmam sincs, de ha valakit ugyanát a magában. Valamilyen fura oknál fogva úgy gondoltam, hogy jó döntés lesz a vonatot választani a busz helyett, mivel nem akarok szakadó esőben sétálni a buszig. Eltelt két óra, megint szakad az eső. Na jó, több lehetőségem nincs, muszáj elmennem azzal a vonattal, és eláznom, még kisétálok a vasútra. Végül egyébként nem áztam el, de bárcsak az lett volna arra nagyobb gondom. Felszállok, teljesen rendben megy minden, úgy kb. másfél órán keresztül. Aztán szépen lassan pár perc késést magára szedett a vonat, de hát Istenem, melyik vonat közlekedik időben? Megérkezem, maximum 10 perc késéssel minden jó lesz. Na, gondolatok. Gyanúsnak kellett volna -e lennie, hogy egy tehervonat előbb kigördül az állomásról, mint egy személyvonat. De hát ekkor is még csak 11 percet késtünk, mi baj lehet belőle. Hallottátok már, hogy mindig hallgass a megérzéseidre? Na most ez egy tökéletes példa volt. Jó, végül is, ha a megérzéseimre hallgatok, fel sem teszem a lábam egy vonatra, de végső soron nem a vonat miatt érkeztem meg a célállomásra majdnem másfél órával később, de volt egy megérzésem, hogy két órával az érkezési idő előtt, hogy nekem át kéne szállnom egy buszra. Meg is néztem, mikor jön. Három óra. Hát, annyit csak nem várok, ugye? Ugye? Valahogy az ember alfele megérzi a dolgokat nem titok rendszeresen utazok 4-5 órákat, ha már múlik néha 6 is, tehát ha valamelyik testrészem igazán megérez mindent, akkor az az a bizonyos, amin ülök. Egyre kényelmetlenebb lesz az ülés. Érzed, hogy a végét járad és legszívesebben felállnál. Amit egyébként megtehetsz, de hát nem bízol a többi utasban, mert ugye már miért bíznál olyanokban, akik állítottak már fel helyre hivatkozva egy amúgy nem hely egy köteles szakaszon. Tehát szép csendben átűröd a fájdalmat, amit mindig átűrsz és egy váratlan pillanatban a semmi közepén megáll a vonat. Na itt már végérvényesen eldőlt, hogy besz**tad. Erre nincs szebb szó. Ha felcsapod a lexikont, emellett a szó mellett azt írják, hogy megállt a vonat. Komolyan, keresd meg, ha nem hiszel nekem. Se előre, se hátra, a semmi közepén egyszer csak megáll a vonat, majd a kalauz jön és hozzád vegye a legrosszabb mondatot, amit útesként hallhatsz. A vonat bizonytalan ideig itt fog állni mint később kiderült, váltótörés miatt álltunk egy órát, aztán kb. másfél óra késéssel meg is érkeztem. Senkinek nem kívánom azt a helyzetet. Ne utazzatok vanattal. Na jó, nyilván nem ez lenne a megoldás alapesetben, esetben, sőt van, hogy nem tudsz más választani. Azonban a buszozás mellett sok érv szól, legyen szó a menetlen betartásáról, késés esetén a csatlakozások megvárásáról, vagy a kényelemről. Persze a kényelem attól függ, hogyan tekintünk rá, hiszen bármelyik vonaton több helyed van kinyújtani a lábad, viszont egy interrégió vonat ülései a helikón szakaszán nem a legkényelmesebbek. Végül is kb. ugyanakkor érkeztem meg, mintha egyszálltam volna arra a buszra, de hát csak simább lett volna az út, igaz? Ha tetszett a videó és érdekelnek hasonló témák vagy filmes kibeszélők, nyomj egy like-ot és iratkozz fel a csatornára, hogy a jövőben sem maradj le a tartalmakról. Illetve ne felejts el bekövetni Instagramon, mivel pár nappal a videó megjelenése előtt már kirakom, miről fog szólni úgy körülbelül. Puszipá és minden egyéb, megközel találkozunk. Na csá!